Nyomjelző lövedékek festették színesre az éjszakai égboltot táborfalván a Bakonyharci Képzőközpont lő- és gyakorlótere fölött. A nem mindennapi látványosság bizonyítéka volt annak, hogy a Sámántör 2022 elnevezési különleges műveleti rendszer gyakorlaton résztvevő katonák éjt-nappal látéve feladatokat hajtottak végre. A gyakorlatot a november első napjaiban megalakult Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság szervezte, a feladatokat pedig a Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandár katonái hajtották végre. Fontos kiemelni, hogy a november 5-e és 11-e között zajló gyakorlaton a szárazföldi elemeken és a légi komponensen kívül önkéntes területvédelmi tartalékosok is bizonyítottak, akiknek felkészültségéről a gyakorlat főpróbájának napján Szentkirályi Alexandra kormányszóvívő is megbizonyosodott. A gyakorlat tervezésénél az Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a különböző alegységek közötti együttműködést a terepen gyakorolhassák. A Sámántör gyakorlat egyik legfontosabb feladatát, az éjszakai lövészetet több százan hajtották végre csak úgy, mint az azt megelőző nappali begyakorlásokat. A komplex éjszakai feladat végrehajtás, amit Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter és Ruszin-Szendi Romulus altábor nagy a Magyar Honvédség parancsnoka is megtekintett, bátran nevezhető példaértékűnek, hiszen hasonló létszám és a feladatba bevont nagy mennyiségű haditechnikai eszköz egyidejű alkalmazására az elmúlt időszakban nem volt példa. A gyakorlat éppen ezért kiváló lehetőséget nyújtott a haderőfejlesztés során beszerzett személyi felszerelések és haditechnikai eszközök használatára.